No, így néz ki egy visszajött csomag a Foxfast automatából, és ez egy nagyszerű alkalom lesz arra, hogy megnézzük, hogy ebbe az óriási nagy nyári melegben a Foxfast automatába elhelyezett csomagokba a csokik, vagy a csoki pasztillák ezek, hogyan bírják a nyári meleget. Ugye Zoli és Ibolya, aki a csomagokat összeállítják, kitaláltak egy olyan technológiát, hogy nagyon sok rétegre csomagoljuk be ezeket a termékeket, újságpapír, meg alufólia is. Most megnézzük, hogy ebben a visszajött csomagban, amit köszönjük szépen, hogy megvetted a kedves vásárlók. Aha, ez az egyik termék, ez itt nem olvad meg, mivel nem olvadékony. Szóval van benne egy Kalebur Tubi csoki is. Na nézzük meg, hogy bírta az út viszontagságait, és megolvadta a csokoládé a 30 fokban. Jelentem örömmel, nem, teljesen ért. Működik ez a módszer, ezt lehet, hogy szabadalmaztatni kellene. Magyarul a dolognak a lényeg, ezt még anyámtól tanultam, hogy amikor Pécsre mentünk, akkor a ásványvizet mindig újságpapírba kellett becsomagolni. Ennek a technikának az a lényege, hogy két réteg alufóliába van berakva, nem mondom, hogy nagyon környezetbarát, és még külön papírba is. És találtunk egy olyan Foxpost automatát, ami árnyékos helyen van. Na most, amikor reggel begyűjti a Foxpost ezeket a csomagokat, akkor hál' Istennek még nincs nagyon meleg. És mint ahogy az egyes ábra is mutatja, tökéletes épségben érkezett hozzánk vissza a csomag, majd ezt tornírozunk természetesen a számlát a NAV előírásainak megfelelően. Szóval így dolgozunk mi.